Megyénkből két fiatal szakember versenyzett a szakmák nemzetközi versenyén. Szerletics Máté, nehézgépszerelő Dunafalváról, és Déri Levente, kecskeméti informatikai rendszerüzemeltető, aki kiválósági éremmel térhetett haza. A versenyt először rendezték meg a közé. Az Euroskills a fiatal szakemberek Európa bajnoksága. Egy nagyszabású, professzionális nemzetközi verseny, mely a szakképzést népszerűsíti Európa szerte. A szeptember 26-tól 28-áig tartó megmérettetésen a hazai pálya egyszerre zavarta a csapatot, de óriási előnyt is jelentett. A magyar közönség előtt elég jó volt így versenyezni, vagy jó volt, hogy ott szurkoltak nekünk, bátorítottak. Biztos, hogy más országban más élmény lett volna. Az kicsit zavaró volt, hogy egy csomó magyar látogató volt, és akkor ott magyarul beszélgettek ott a körülöttünk, az kicsit így zavart minket a koncentrálásban, de azért így is sikerült jó eredményt elérnünk. A szakmák 2018-as Európa bajnokságán 28 ország, 525 versenyzője szállt ringbe 37 versenyszakmában. A jó eredményt pedig nem adták ingyen. A 31 magyar versenyzőnek mindent bele kellett adnia a felkészülés alatt is. 5 hónapot készültünk erre a versenyre. Teljes munkaidőben, tehát napi 8 órában készültünk erre a versenyre. Igazából a feladat egy része már előre tudtuk, tehát 70%-ban tudtuk a feladatsort, és 30%-ban végeztek rajta módosítást ott a helyszínen a szakértők. A felkészülés ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta, a szakmai támogatónk a HTTP alapítványa, és a szakértőnk Csőke János volt, aki az alapítványnál dolgozik, és ő készíti fel már 3. éve a versenyzőket erre a versenyre. A felkészülés kemény feladat volt a szakértőnek és a csapatnak egyaránt. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a napi 8 órában ott ültünk a számítógép előtt, és akkor a előre kiadott versenyfeladat alapján megpróbáltuk gyakorolni, hogy minél többször megoldottuk, hogy igazából már ne azon kell gondolkodni, hogy mit csinálunk, hanem csak, hogy minél gyorsabbak legyünk. Az európai mezőnyben eredményes tudást és szakértelmet Levente még Kecskeméten kezdte megszerezni. Emellett tudatosan is készült a versenyre. Én itt Kecskeméten tanultam középiskolában, a Katedra középiskolában, és ott is már ott elsajátítottam a szakma alapjait, meg most a Szegedi Tudományi Egyetemre járok, programtervező informatikus szakra, és így hát a iskola felkészülés is, meg saját magamtól is egy csomót így készültem erre a versenyre, így meghozta az eredményét ez a sok készülés. A minél jobb és gyorsabb feladat megoldás után minden versenyszámban a bíráké volt a következő lépés. Amikor mi befejeztük a feladat megoldását, ők odaültek letesztelni, hogy a funkciókat, amit meg kellett csinálnunk, tehát elkezdtek e-maileket küldeni, megnézték a weboldalakat, amiket be kellett állítanunk, és ezek alapján pontozták a feladatsort. A tartós, kitartó felkészülésnek és a gyorsaság begyakorlásának természetesen meglett az eredménye. Levente és csapata kiérdemelte a kiválósági érmet. A kiválósági érmet 700 pont fölött versenyzők kapják, mi 733 pontot értünk el. Sajnos lecsúsztunk a dobogóról, de nem sokon múlt, hogy feleljünk a dobogóra, és így negyedik helyezést értünk el a franciákkal holt versenyben. A fiatal szakembereknek semmi okuk nincs a szégyenkezésre, hiszen bizonyították, hogy tudásuk és szakértelmük kiemelkedő az európai mezőnyben is. A magyar versenyzők összesen 3 arany, 3 ezüst, 3 bronz, és 8 kiválósági érmet nyertek. Az ünnepségeken elég jó volt a hangulat, meg tényleg amikor a magyar csapat nyert egy díjat, akkor így egy emberként ugrottunk fel, hogy örüljünk. Igazából hát egy nagy élmény volt, meg egy életre szóló élmény szerintem. A Papp László Budapest sportarénában 27 szakmában indult magyar versenyző, ebből 17 versenyszakmában értek el helyezést. Hazánk ismét bebizonyította, hogy a magyar fiatalok nem maradnak el szaktudásban és tehetségben európai társaiktól. A World Skills versenyek 2 évente zajlanak, és egy versenyző csak egyszer indulhat, de Déri Leventének már megvannak a tervei a jövőre nézve. Az informatikán belül szeretnénk maradni, de kicsit más szakmában. Most az a tervem, hogy ilyen etikus hackerként dolgozzak majd, de igazából még
bármire nyitott vagyok.